Üdvözlöm Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármester asszonyát. Itt vagyunk a Kisfürdő területén közismert nevén. Milyen alkalomból gyűltünk ma itt össze? Ez egy nagyon jeles nap, hiszen végre megnyithat a Kászliget fürdő, a karcagiak kisfürdője, hiszen erre már mindenki nagyon-nagyon régóta várt. Miért fontos ez a településünk számára? Én úgy gondolom, hogy a karcagi kisfürdő, az Akászliget fürdő minden karcagi ember számára az életének szerves része, és nagyon kedves létesítmény, ahová mindig szeret kijönni. Sajnos a vírus okozta a helyzet nem tette lehetővé, hogy a kisfürdő rendszeresen és rendesen, ahogyan szokott, üzemeljen. Én úgy gondolom, hogy az emlékezetemben, és talán a fürdő egész létét tekintve, meglétét tekintve, nem volt még olyan május 1-e, olyan majális, hogy ez a fürdő ne nyissa meg teljes körűen a kapuit a látogatók előtt. Sajnos azonban ez most így történt, nem, hogy nem jutotta meg a kapuit, bezárt teljes körűen, és sajnos mi is be voltunk zárva, hiszen karanténban töltöttük az elmúlt időszakot. Ezt a karcagiak nagyon jól viselték, de nagyon hiányzott nekik a kisfürdő, hiszen mindenkinek az életének a része. Jó ide kijönni, jó itt eltölteni egy pár órát munka után, feltöltődni, pihenni, barátokkal beszélgetni, a gyerekekkel jót játszani, és ez bizony mindenki számára nagyon hiányzott. De most itt vagyunk, és végre az Akászliget fürdő kapuja, a karcagiak kisfürdője újra kinyithatja a kapuit, és megnyílhat a látogatók számára. Az idő nekünk kedvez, gyönyörű időnk van, és remélem, hogy ez a medád okozta eső is csak bizonyos időszakokban egy-egy futózáporral frissíti föl a meleg levegőt, és mindenki tudja élvezni a strandot. Újra birtokba veheti mindenki. Nagyon szép az időnk, én úgy gondolom, hogy ki kell használni. Mindenkinek legyen benne öröme, és találja meg benne mindenki a szórakozását, a gyógyulását, a kikapcsolódását, a pihenését, akár a sportolását. Találja meg ezeket a lehetőségeket, és én biztatok is arra mindenkit, hogy mindenkinek hírelje azt, hogy milyen fantasztikus gyógyvizünk van, milyen gyógyító hatása van, mennyire jól föl lehet töltődni általa, és látogasson el minél több karcagi a kisfürdőbe. Természetesen várjuk mások látogatását is, főleg azokit, akik a városunkba érkeznek, ne hagyják ki ezt a lehetőséget. A kisfürdő üzemeljen teljes látogatottsággal, és én azt kívánom, hogy az elkövetkező órákra, hetekre és hónapokra mindenkinek nagyon jó fürdőzésben legyen része, és élvezze ezt az Isten adta lehetőségét a városnak. Köszönjük szépen!